Nyilván, aki országszerte autózik, vagy esetleg egyáltalán figyeli a földeken zajló eseményeket, és látja a táblákon a különböző gépeket, berendezéseket, leginkább a kombájn, ami felismerhető, az elkezd azon gondolkodni, hogy na vajon milyen lesz az idei termés. Az, aki egy kicsit elkezd lapozgatni az interneten, vagy print média területén, ott azokról azért így úgy amúgy már beszámolók is hangzanak el, hogy X tonna per hektár, ami jó, nem jó, vártnálhoz képest kedvező, nem kedvező, és aki kicsit még mélyebbre elkezd ebben a témában elásni, az gyorsan fog találkozni olyan nemzetközi elemzésekkel, hogy a terménypiacokon ez történik, az történik. Lehet, hogy ez a népesség növekedéssel is összefügg, hogy ennyire ráorientálódott a figyelem szinte már a köznyelvben is a különböző búza és árpa és egyéb más terményeknek a világpiaci ára tekintetében, de ebben próbálnánk most egy kicsikét tájékozódni, nyilván a magyar szempontok figyelembe vétele mellett, hogy nézzük meg, hogy mi befolyásolja ezeket a terménypiacokat, hogy kell ezt nekünk, magyar embereknek, akár végfogyasztóknak értelmeznünk, mi az, ami ránk ebből hatása lesz, és aztán majd meglátjuk azt a beszélgetés vonalát, hova tudjuk elterelni. Beszélgető partnerem Gönczi Krisztina, újságíró szerkesztő. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt a Hit Rádióban. Jó napot kívánom, és üdvözlöm a hallgatókat is. Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon ilyen geo és makró jellegű kérdésekké növik ki magukat. Holott az átlag felhasználót elsősorban mi érdekli ilyenkor? Hogy hat ez mondjuk a kenyér árára a búza esetében? Ezt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 10-12 év válság sorozata irányította általán jobban a világ figyelmét arra, hogy ez mennyire fontos dolog. A klímaváltozásról nagyon régóta beszélünk, talán egyre jobban érezzük is a bőrünkön, de én azt gondolom, hogy ehhez azok a nagy pofonok kellettek igazán, amik mondjuk 2011-12-ben, vagy 2008-ban, vagy most legutóbb a Covid kapcsán így megrengették a világot, és akkor hirtelen rádöbbent mindenki, hogy egyrészt borzasztóan össze van fonódva a világ, tehát valóban egy lepkeszárnyrezdülés Kínában az napokon belül elér akár Covid formájába Európába, vagy Amerikába, és hogy ezek minden-mindennel összefügg. Tehát volt, ugye kérdés szokott az is lenni, hogy a globális és a lokális mennyire hatnak oda-vissza egymást, mennyire tudjunk mi a nemzetközi piacoktól, hát nagyon. Tehát ez az egyik, amit meg kell állapítanunk, hogy ez nem annyira nagyon-nagyon rég van a fókuszban, de 12 éve biztosan, vagy 2008 óta biztosan, és nem csak a közember fókuszába került bele az élelmiszeripar és a gabonatermelés, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy a tőkepiacok is felfigyeltek rá. Tehát az, itt amikor a pénzügyi válság... Hadd kérdezzek közül, hogy akkor, amikor a tőkepiacokról beszélünk, akkor az old school, tehát a hagyományos tőkepiac, az ugye inkább vagy a deviza, vagy valamilyen ásványi anyagok, tehát arany, nem tudom, olaj, stb. És ezen kívül esetleg mondjuk különböző világcégeknek a trendjeit igyekeztek lekövetni, és abból a nyereségeiket képezni. És ehhez képest az élelmiszeriparnak, vagy a mezőgazdasági terményeknek a nagy skálája, az akkor ugye azt most már leszögeztük, hogy akkor a fókuszban erősen az elmúlt 10-12 évben került. Ez egyébként megjelenik abban is, hogy a finanszírozottsága, a digitalizáltsága, a fejlesztése ennek a szektornak ezért fel is fokozódik? Tehát hat ilyen értelemben rá? Hát a tőkepiacokról egyetlen mondat csak az, hogy én 2008-ban ugye egy ingatlan piaci válsággal indult az a folyamat, amiben felfedezték végül a pénzzel rendelkező tőkések azt, hogy nem csak az aranyban van lehetőség, nem csak az olajban van lehetőség, hanem mondjuk egy ilyen egyszerű dologban is, mint a búza vagy a kukorica, ezek tőzsde, állópiaci tőzsdei termékek, tehát ezekkel remekül lehet kereskedni, de hát az árpa is fontos takarmány növény, és ezeket azért figyelik, egyre jobban figyelik azok, akik általában pénzüket valahova szeretnék tenni. Tehát nem csak arról van szó, hogy a mezőgazdaságot érdekli a dolog, hanem mindenkit érdekel, aki azt keresi, hogy hova is rakjam a pénzemet. És aztán ezek a válságok azt is megmutatták, hogy iszonyatosan volatilissá tud válni ez a piac. Tehát jobban lehet vele játszani kvázi, mint bármi mással. Tehát
lehet egyik pillanat föntben, fönt, másikban lent, de ugye hát jön egy eső, aztán jön egy aszály, aztán jön egy vihar, aztán elfekteti a búzát, és minden egyes kis hírre rendkívül érzékenyen, túlságosan is idegesen reagált talán az elmúlt 3 évben már a piac. Ez volt az egyik fele, amit mondani akartam, tehát, hogy nem csak a szakmának érdekes már, hanem mindenkinek, aki pénze van, és a ma köznépnek az érdeklődésében talán azóta van igazán benne, hogy a COVID kapcsán, ahogy megszakadtak az ellátási láncok, és úgy hirtelen az első gondolata az embernek az volt, hogy na hát, hogy honnan kapjuk mi ezt, vagy azt, vagy amazt, tehát jön-e mondjuk növényvédőszerekhez hatóanyag Kínából, vagy nem, hát akkor döbbent rá a világ, vagy talán maga Európa is, hogy végtelenségig kiszolgáltatott bizonyos ellátási láncoknak, vagy a német sertésipar, hogy hát nem tudjuk elvinni a sertést, és most gyakorlatilag összeomlott a piacuk. És akkor ezt az egészet megfejelte még a háború, az orosz-ukrán háború, amikor ugye a világ két legnagyobb gabonatermelője, exportőre belefolyt egy olyan csatározásba, ami szó szerint az éhezés rémét vetette föl sok országba. És hát nekünk meg ugye a háborúi szomszédunkban tört ki, különösen rémisztő lehetett először hallani, hogy na hát a háború és ezzel együtt mindenféle nélkülözés elindulhat, és erre az árak borzalmasan érzékenyen reagáltak. Maguk a kormányok is, tehát nem nagyon tudták először, hogy mihez kezdjenek. Az első reakció az volt, hogy tiltsuk meg az exportot, mert maradjon házon belül minden. Az a biztos, hogyha bespajzolunk, ugyanúgy, ahogy mi emberek megvettük az ársapkás termékeket, amikor úgy tűnt, hogy ki fogják vezetni őket, vagy akár most is, ezt csinálja a lakosság nagy része, a kormány ugyanezt csinálja nagyba, tehát megpróbáltuk megtiltani azt, hogy kikerüljön a országhatárokon kívül a búza, ha ez nem is tiltás volt, de egy olyan adminisztratív intézkedéscsomag tartozott hozzá, amit nem szívesen pörgettek végig a exportőrök, és ezt nem csak mi csináltuk, hanem mindenki gyakorlatilag, vagy hát nagyon sokan a környezetünkben. Nagyon sok búza bent ragadt, akkor, amikor pánikszerűen emelkedni kezdtek az árak, és a termelők boldogak voltak, hogy hát úgy néz ki, hogy nagyon jó piacuk lesz az árujuknak. Azt éltük meg, hogy gyakorlatilag az utolsó válság, ami 2008-ban, 2011-ben volt, ahhoz képest is 2,5-szeresükre emelkedtek az árak nagyon rövid idő alatt, tehát alig hát fél év körül leforgásolt nagyjából. Teljesen elszabadultak az árak, és ezt minden más is követte. Hát emlékszünk rá, hogy az Unió bejelentette az Oroszországgal szembeni szankciókat, és ez az energiaárakat szabadította el, földgáz, de aztán a kőolaj is, és a terményárak, és minden egymást hergelve, egymással versenyezve emelkedtek fölfelé, és elindult egy olyan drágulási folyamat, ami egyébként pszichológiailag is nagyon rosszul hatott a termelőkre. Nagyon érdekes dolog, hogy két esetben nem hajlandó eladni a termelő áruját. Ha emelkedik nagyon az ár, meg akkor, ha nagyon csökken az ár. és most például nagyon csökkenve vagyunk benne. Nagyon érdekes ez a helyzet. Amikor nagyon gyorsan emelkedik fölfelé, akkor ugye nem látjuk a végét, és mindig azt hiszük, hogy holnap több lesz. Amikor meg nagyon alacsonyan van, akkor egy idő után azt mondjuk, hogy hát most már nem, most már idáig tartogattuk, ez olyan, mint amikor a busz megállóba várok 5 percet, nem jön a busz, várok 10 percet, nem jön a busz, de tulajdonképpen már nincs tovább értelme ott állnom, de már sajnálom azt a 10 percet, amit befektettem, és akkor már csak azért sem megyek tovább. Na hát ők is így vannak ezzel, hogy rengeteg pénzt beletettek a méregdrága műtrágyából, vetőmagból, növényvédőszerbe, ebbe a termésbe, amit most kezdünk el aratni. És hát nagyon sajnálnák, hogyha ez veszendőbe menne, mert ma már sajnos csak a felét éri az a búza, az az árpa, amit ma bekerül a raktárokba, mint tavaly ért. Sajnos akkor viszont az a hirtelen áremelkedés, és az a fajta kormányzati hozzáállás is, ami az elején volt, kicsit megfogta az exportot, aztán meg már tényleg a pszichológia dolgozott magától, és nagyon sokáig nem adták el a gazdák, amikor megtehették volna még. És utána, amikor megnyílt a gabona folyosó, ez ugye tavaly augusztus 1-én volt, amikor szabaddá váltak a Fekete-tengeren a kikötők az ukránok számára, akkor elkezdődött egy olyan
Gabona özem, ami meg nagyon gyorsan leszorította az árakat, és hát most meg ugye az ellenkező helyzetet éljük meg, hogy minden nagyon olcsó, és hát ezzel együtt még a műtrágya is olcsó, meg a földgáz ára is lement. Kicsit el szoktak ezek csúszni, ez a baj, egymáshoz képest ezek a ciklusok. Nem mindig akkor olcsó az input, amikor a termény is, van, amikor ezek fél éves csúszásban vannak egymáshoz képest, és így aztán az egyik év nagyon jó a termelőnek, a másik év meg nagyon jó mondjuk a műtrágya forgalmazónak, vagy a gépforgalmazónak. Ritkán van az, hogy mind a két fél egyformán elégedett. Az idei év egyébként termés szempontjából elégedettségre adhatna okot, mert ugyanolyan szép számokat fogunk írni, mint mondjuk 2021-ben, ez még ugye az aszály előtti utolsó szép év volt, mondhatnánk úgy is, hogy béke év, mert akkor még háború sem volt. És hát akkor gyönyörű volt a búza, országos átlagban 5,9 tonna per hektár, ez nagyon szép, és az árpa ennél is több volt, 6,4 tonna per hektár, a KSH adatai szerint, ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy ez sok, tehát hogy igen. Igen, én is azt pont így, ahogy készültem, próbáltam a mostani aratási adatokhoz hozzájutni, ahol konkrét számokat írogattak ott a búza esetében, ilyen 6 körülit írták, és hogy ez egy jó adat, tehát ez egy pozitív beszámolónak számított. Igen, igazából a mennyiségek itt nem inkább lesznek az érdekes, rosszak, a minőségekre kellene. És akkor egy kicsit, ha már ebbe belemásztunk, akkor egy kérdés szerintem megér, hogy boncolgassuk, hogy ugyanakkor voltak olyanok, ahol valamilyen szuper előkalkuláció alapján úgy számolták, hogy az időjárás és a mindenfajta viszonyokat modellezve ezt akár 8-at is el lehetett volna érni, talán ennyi keserű szájíz volt egyes beszámolókban. Ezt nem tudom, hogy érdemes-e így komolyan venni ilyenkor, vagy pedig meg kell elégedni azzal, ami egyébként jónak számít. Ilyet beszámolót valószínűleg az árpával kapcsolatban olvashatott, ugyanis ez az, amit most aratunk, a felénél jár nagyon sok gazdaság, ma délelőtt körbe kérdeztem néhányukat, országrészektől függően, talajadottságtól, zivatar volt, nem zivatar volt, volt szélvihar, nem volt szélvihar, leesett két nap alatt 70 milli, vagy nem esett le, ettől függően 5 és 8 tonna közötti hektáronkénti átlagokról számolnak be. Valóban benne volt a rekordtermés a táblákban. Itt az utolsó egy hónapban történtek olyan időjárási események, amik egyébként hát... Jó, máskor is volt már szélvihar meg eső, most azért ez elég durva volt, és hozzájön az, hogy a technológiában, tehát amíg eddig a pontig eljutottunk, és volt egy-két olyan változás, ami korábban nem, amit hibának lehet mondani, de kényszerhelyzet volt. Tehát például, ahogy ugye ezeket az árpákat, most az őszi árpáról beszélünk, akkor ezt elvetik szeptemberben, októberben, október elejéig legkésőbb, a tavaszi árpát ugye március folyamán, ebből készül a sör, de beszéljünk mondjuk az őszi árpáról, ami a legelsőként lejön a kalászosok közül. Amikor ősszelűt elvetették meg a búzát, akkor volt a legdrágább a műtrágya, különösen a kálium és a foszfor, amit akkor szokás kiadni. Ez az, amik a talaj szemcséken sokáig rögzülnek, és sokáig felvehetők a tenyész időszak folyamán a növény számára. Ezek akkor elképesztően drága input anyagoknak számítottak, és hát a nitrogén is nagyon drága volt, de ezzel nem nagyon törődik az ember, mert úgy van vele, hogy majd, ahogy a kalászos fejlődik, majd adogatom neki. Ez olyan, mint amikor mi a macskánknak 3 óránként adunk enni. A nitrogént is minél többször adja az ember a növénynek, annál jobban hízik kvázi. Tehát ő az, aki építi a növény testét, aki a fehérje tartalmat megadja neki, aki tényleg neveli. És az volt a szerencse igazából, hogy ennek a nitrogénnek az ára ez tavaszra feleződött, majd, hogy nem harmadolódott talán mostanára, hogyha a tavalyi őszi árszintből indulunk ki. Többek között azért, mert a földgáz ellátottsága másképp alakult Európának, hála a melegi télnek, mint ahogy elsőre számítottunk rá. A lényeg az, hogy a búza úgy működik, mint ahogy egy ember is, hogy ha megkapom a szelént, a káliumot, a cinket, a megfelelő nyomelemeket, akkor jól működök, ha valami hiányzik, akkor sajnos nem működök olyan jól. És hogyha a komplex műtrágyából, amit ősszel oda kellett volna nekik, tehát a káliumból, foszforból keveset kapott, mert nagyon drága volt, tavasszal meg, mikor nagyon olcsó volt már a nitrogén, sokat kapott, akkor felborult a tápanyag egyensúlya.
És ez oda vezetett, hogy a szövetek fellazultak. Tehát így olyan, mint amikor, hát mondhatom azt, hogy felfúvódott a növény, de ez nagyon, nagyon csúnya leírása, nem tudom jobban megfogalmazni. Úgy mondják, hogy tényleg, hogy fellazulnak a szövetek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy gombás betegségeknek, kórokozóknak esendőbbé vált. Ez Igen. az egész nem számított volna, hogyha az időjárás olyan, mint a tavaly volt. Csak hogy nem ilyen volt az időjárás, hanem esősre fordult. Esős, hideg, hűvös volt. És már nem úgy érkeztek meg a növények a télből, ahogy szoktak, és aztán erre még rájöttek ezek a sorozatosan hideg, időnként elsővel tarkított időjárási jelenségek, és a legeslegvége volt a legcsúnyább itt a júniusi viharokkal. Ha egyszer eldől egy ilyen tábla, akkor az nem tud úgy többet, nem tud olyan ütemben kiszáradni, nem tud egyszerre megszabadulni a teljes víztartalmától, nem tudja úgy kiteríteni a szemeket, és ráadásul, mivel rengeteg levélbetegséget elkapott nagyon sok állomány, nem volt fotoszintetizáló felület, ami segítse a szemeknek a kitelését. És az egész oda vezetett, hogy az árpa gyönyörűen indult, gyönyörűen nézett ki még májusban is, talán még június első napjaiban is, és amikor a kombányok betakarították az első hektárokat, akkor látták, hogy hát ezek a szemek bizony nem olyan súlyosak, mint azt várták, nem kapták meg azt a tápanyagmennyiséget, alapvetően a levélhiány miatt, tehát nagyon sok beteg levél volt, vírusos is volt közöttük, gombás betegségektől szenvedő is, mindenféle bajuk volt, és tényleg, mivel a gazdák igyekeztek spórolni a technológiai elemeken, most nem volt olyan, mint máskor, hogy ha csak lehet, akkor a legdrágább csávázószertre tesszük a növény, tehát a vetőmagra. Nem feltétlenül kapta meg az árpa a kétszeri gombaölőszeres kezelést. Nem hiszem, hogy kapott olyan lombtrágyát, ami máskor kis extra tápanyaggal segíti a túlélését, vagy azt, hogy jobb kondiban, jobb formában legyen. Tehát a kényeztető részek mind elmaradtak. Nem kaptak szárszilárdítót a növények, mert abból indultak ki a gazdák, hogy az elmúlt 3 év haszályos volt. Nem kell ide szárszilárdítás, ez úgy is áll, mint a cövek, de hát Igen. nem állt, mint a cövek, jött a szél, mert és laza zöld szövetű állományt talált, amit könnyen meg tudod borítani, ami viszont aztán innentől kezdve nem úgy viselkedett, ahogy kellett. Most nagyon sokat szenvednek a betakarításával egyébként, hogy egyik tábla így dől, másik tábla úgy dől, egyik zöldebb, másik szárazabb, nagyon nehéz jó minőséget, homogén minőséget egymástól szeparáltan elkülönítve, pláne nem lehet betárolni, mert sokaknak még a tavalyi árpa is akár, vagy a búza a nyakukon van, vagy a kukorica különösen a toxinos. Úgyhogy nehéz is szeparálni ezeket a heterogén táblákat egymástól, hogy melyik ázott, meg melyik feküdt el, melyik zöldebb, melyik szárazabb. És hát nagyon nehéz eltárolni is, mert hiszen tároló kapacitásokkal sem úgy állom most egyébként, mint máskor, mert hogy még sok helyen van tavalyról gabona a raktárakba. Ez az árpa helyzet, ez amit biztosra tudok mondani. A búzáról csak találgatni tudok, az szerintem, tehát hogyha az árpáról azt mondjuk, hogy országosan biztos, hogy 6 tonna fölött lesz a termés átlag, de a minősége az elvártól sajnos rosszabb, gyengébb, kisebbek a könnyebbek a szemek, amit vissza fognak utasítani a felvásárlók. A búzába el tudom képzelni legalább fél tonnával kevesebbet, ha nem többet, mint az árpánál. Tehát most úgy néz ki, hogy talán az 5,5 tonna, ha meg lesz a így országosan termés átlagba. És mivel 1 millió hektárunk van, ez 5,5 millió tonnát jelent végeredményben. Ja, és akkor itt van egy dramaturgiai pillanat szerintem, hogy egy picit lefordítsuk ezt a fogyasztó nyelvére. Nekünk ez az 5,5 millió tonna, mint magyar felhasználónak bármilyen formában is történik. Ez jó hír, nem jó hír, rákényszerülünk importra, nem kényszerülünk rá importra, és aztán ennél még jobban elvihetjük abba az irányba, hogy ez az élelmiszer feldolgozási sajátosságok területén hogy jelenkezik, mennyire befolyásolja esetleg, és ez egy ilyen plusz kérdés már ennek a kérdés halmaznak a tetejére, a fogyasztói szokások megváltozása, tehát hogy egyre egészségtudatosabbaknak akarunk étkezni, egyre jobban figyelünk, hogy az ilyen típusú bevételeknél vegyszermentes legyen, vagy teljes kiőrlésű legyen, nem tudom, talán ezek a kérdések jönnek így fel bennem. A mennyiséget tekintve, ha ez az 5,5 millió tonna összejön országosan, akkor azt mondom, hogy az elmúlt 5 évben nem volt ilyen jó eredményünk egyszer se. Tehát ez a búzát tekintve nagyon jó, szerintem árpából is jó lesz az eredmény. Ilyenkor leszámítva az, hogy nyilván a termés egy részét
takarmány minőségűnek kell majd minősíteni. Ez nem rossz, tehát a mennyisége tekintve nagyon jó, és a minőségére se nagyon panaszkodjunk, mert ez annyira bőséges termés, hogy valójában az élelmiszeriparnak, meg a takarmányiparnak nincs szüksége ilyen sokra. Úgy kell elképzelni, hogy egy átlagos évben termelünk 5 millió tonna búzát, ennek a felére, ha szüksége van Magyarországnak, és a másik felét, tehát ez a 2,5 millió tonna, ez el szokott menni exportra. És kukoricából át utóbbi 3 évben, leszámítva tényleg a tavalyi asszályt, hoztuk a 8 millió tonnát országosan, és ennek is a felét el tudjuk küldeni exportra. Ezért van az, hogy nálunk például az etanolipar ennyire erős lett, és hogy ennyire erős belső keresletet tud támasztani a gabona iránt, és ez általában lehetőséget ad még arra is, hogy valamiféleképpen egy picit magasabb legyen a belső árszint, mint amennyi egyébként ezeknél az etanolgyárak nélkül lenne. És a minőséget arra kérdezett még rá itt a táplálkozás, egészségtudatosság. Hát azt hiszem, hogy így a COVID idején nagyon láttuk azt a trendet, hogy ez fontos dolog. Az ökotermékeknek, a durumbúzáknak, az ökobúzáknak, az ősbúzáknak nagy reneszánszát éltük, és tulajdonképpen minden nagyon jól ment, ami bio, öko, kicsi, stb. Kézműves, vitamindús, szuper élelmiszer, bármilyen címkét, hogyha megkapott a termék ezek közül, akkor rendkívül jó kereslet volt rá. Nem is nagyon tudták az emberek másra költeni a pénzüket, mi minőségi élelmiszerre. Nem utaztunk, nem ruházkodtunk, nem csináltunk semmit, otthon voltunk gyakorlatilag távmunkában, aki megtehette, vagy olyan foglalkozása volt, és táplálkoztunk igényesen. Hát most ezt nem tudjuk megcsinálni. A trend nehéz megmondani, hogy mi a trend, mert nyilván az, hogy az ökogazdaságoknak az arányát 25%-ra akarja emelni az Unió, és ezeket számos módon támogatja. Volt egy ilyen kérdése is, hogy most támogatják-e jobban a mezőgazdaságot, mint régen. Hát ugye ennek a múltja egészen a II. Világháborút követő időszakig terjed, hogy honnan is indul ez az egész támogatási rendszer, aminek most ma is részese vagyunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy valójában egyre kisebb és kisebb hányadát fordítja a közösség Európa, már amióta létezik egyáltalán bármilyen formában, hatok, tizenkettek, akárhanyak Európája. Nem kap túl sok támogatást az agrárium, viszont egyre szigorúbbak azok a fajta közösségi alapvetések, irányvonalak, amiket mindenkinek követni kell, ahhoz, hogy ezt egyébként egyre zsugorodó agrártámogatási pénzösszeget megkaphassa. Tehát egy olyan előírás halmaznak kell megfelelni, vagy zöldítés, vagy agroökológiai alapprogram címén, ami mondjuk az ő támogatásának a 30%-át biztosan felőleli. Tehát, hogy ha ezeket nem teljesíti, akkor a pénzeinek, amik a területe után jártak volna, akkor elég jelentős részét elveszítheti a gazdálkodó, ez az egyik, tehát ez a zöld vonal, ez erősödik, és hát az ökológiai gazdálkodásnak a támogatása, ennek a felkarolása, sőt, gyakorlatilag direktívába kiírása, a terület aránynak a 25%-ra való felemelése, és egy egészen új dolog, ami elvileg a mostani támogatási ciklustól kellene, hogy éljen. Én azt gondolom, hogy egyrészt ez a háború eléggé megakaszthatja ezeket a fajta zöld törekvéseket, mert valljuk be, hogy ezeknek azért ára van. Tehát nagyon, nagyon költséges dolog ökotudatosan, zölden termelni és étkezni. Hát, ha belegondolunk, hogy mondjuk az, hogy a ketreces termelés, tojótyúktartás teljesen eltűnjön Európába, az mivel járna? Sok-sok millió tyúkot kellene gyakorlatilag egyik pillanatról a másikba egy olyan rendszerbe áthelyezni, ahol sokkal több helyet foglalnak, és sokkal többet mozognak, tehát sokkal többet isznak és esznek, mindenből többet igényelnek, és ez azt jelenti, hogy táplálékból is ugye többet kell, nagyobb területet kell biztosítani az ő ellátásukra. És ez mindenre igaz. Tehát ha azt mondom, hogy ökotermelés, akkor tudomásul kell venni, hogy ez legjobb esetben is mondjuk az ökogabonák esetében egy 15%-os termésminuszt és egy legalább 15%-os felárat kell, hogy jelentsen.
És hát vannak más növények, ahol 30-40%-os ez az ökofelár, mert annyira nehéz megtermelni ezt az adott növényt ökológiai módszerek között. Tehát ennek ára van. Ez a válságos helyzet, ez nem túl ideális. A világ igyekszik ebbe az irányba haladni, és Európa ezen belül különösen élen jár. De azt is tudnunk kell, hogy ha ezt előírjuk, hogy 25% legyen az ökogazdaságok területe, azzal fog járni, hogy ebből tömegtermék lesz. Mindenki látja, hogy ott van az Auchan, a Tesco, stb. Nem is akarom sorolni, tehát a nagy áruházláncoknak a polcain a biogazdaságokból származó mindennemű élelmiszer már, és látjuk, hogy ezeknek az ára folyamatosan csökken, és csökken, és csökken, hiszen a kommersz élelmiszerrel versenyeznek egy olyan Igen. nagy piactéren, ahol ezt meg kell tenniük nap, mint nap. Minél többen foglalkoznak vele, annál alacsonyabb lesz az áruk, minél alacsonyabb az áruk, annál koncentráltabbnak kell lenni annak az üzemnek, ami ezt előállítja. Ugye az üzemméret hatékonyság az már csak így működik. Az, ami eddig működött 5 hektáron, majd most 15-ön fog. Ami 15-ön, az majd 100 hektáron. Ami 100-on működött, ahhoz már 1000 hektár kell. És ez sajnos egy öngerjesztő folyamat, miközben mi akarunk a kisgazdaságoknak támogatást nyújtani ilyen jellegű egészséges élelmiszereknek a megtermeléséért, és ilyen dolgokat írunk elő, hogy a terület 25%-a öko legyen. Az fogja ez az egész eredményezni, hogy a számuk drasztikusan csökkenni fog. Itt, hogyha már kisgazdaságokat szóba hozta, tényleg csak szinte 2 percünk maradt a beszélgetési időből. Arra azért kíváncsi lennék, ugye, hogy azért van egy másik direktíva, ha már a klíma szóba jött, ugye az a fenntarthatósági kérdéskör, hogy lokális kis piacokon szolgálunk ki lokális vásárlói közönségeket, hogy a törpegazdaságok, a kisgazdaságoknak Európában is sok-sok országot lehetne most felsorolni, ahol hagyománya van. Persze ez nem azt jelenti, hogy teljes ellátásbiztonságot tudnak adni, ezt nem tudom, ezt igazából egy kérdés is akár lehetne. És egyébként hosszú távon ön hogy látja így a világtrendet a törpegazdaságok esetében, hogy megmaradnak, fönn tudnak maradni, vagy azért alapvetően ez mindig is megmarad egy réteg, és nem kell tőle sokat várni. Hát, ugye tömegélelmezést valóban nem lehet várni tőlük, mindig lesznek azért ilyen kis gazdaságok, akik a réspiacokat szolgálnak ki kézműves termékkel, és szerintem mindig nagyon népszerűek lesznek, akár a kézműves sörök, akár a kézi készítésű sajt csodák. Azt látom, hogy az üzemek számát és a hozzátéve az üzemméret nagyságát, ugye végignéztem a KVSH adatokat, hogyha így visszatekintek az elmúlt 10 évekre, akkor az 5 hektáros méret alatti gazdaságok gyakorlatilag megszűnőben vannak, és a derékhad az, amelyik nő, amelyik a támogatásokat ki tudja használni, amelyik az egész támogatási rendszernek méretébe is a legjobban meg tud felelni. Ugye, hogyha kitalálja a támogatási rendszer, hogy a nagy gazdaságokat nem támogatom, akkor hip-hop a középréteg kezd el nőni, nem azért, mert hirtelen ebbe a szegmensben kerül elő több szereplő a piacra, hanem azért, mert a nagy gazdaság akkor okosabban darabolgatja magát, úgyhogy megfeleljen a legoptimálisabb támogatás kihasználási lehetőségeknek, tehát egy támogatás optimalizálás zajlik. A családtagoknak vannak különböző KFT, BT, egyéni, stb. Formában gazdaságaik, és attól függetlenül egy kézben egyre nagyobb és nagyobb üzemek vannak, és ezen belül is az erősen támogatott középréteg, mondjuk a 300-tól 1000 hektárig terjedő méret az, ami fokozatosan, lassan, de fokozatosan nő, és az egész picik azok eltűnnek a rendszerből. Ez nem azt jelenti, hogy meg fognak szűnni, mondom, mindig lesz rájuk igény. Nem kell őket félteni, megtalálják ők a maguk boldogulását, mert az, amit ők el tudnak adni, az viszont olyan áron teszik meg, ami annak a családnak, aki ezzel foglalkozik, a boldogulását szerintem lehetővé teszi. Tehát akár, lehet ez egy nagy lekvár jellegű akármi csoda, de a homoktövés is, mint csodanövény, tud ilyen lenni, tehát nem kell óriás dolgokra és sok száz hektárra gondolni, és igazából, ha már itt tartunk, a kukorica, a búza, amiről most beszéltünk, nagyon kockázatos
lesz ilyen szempontból, mert olyan mennyiségű területekre lenne szükség, olyan mértékű hatékonyságnövelésre, ami Ukrajna tő és Oroszország tőszomszédságában hosszú távon nagyon nehezen elképzelhető, hogy meg tudjuk itt valósítani. Azért itt azért Magyarország picike ahhoz, hogy ukrán vagy orosz kínálattal, ilyen tömegtermékekkel kezdjünk el versenyezni, inkább feldolgozni kellene, és megtalálni valóban minél több olyan alternatív növényt, amihez nem kellenek ilyen óriás mennyiségek, mint amiket most itt említettünk, hogy legyen 5 millió tonna búzánk, meg 8 millió tonna kukoricánk. Meg tudjuk találni azt a hajdinát, vagy azt a durumot, vagy azt a alakorbúzát, amiből mondjuk rögtön tésztát is csinálunk. És akkor ez egy érték. És ezt mondjuk nem tudja Ukrajna, meg nem tudják az oroszok. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és érdekes volt szerintem azért mindenképpen ebből a nagy globális szerkezetből levezetni egészen ide a mondjuk úgy, hogy a kicsi törpe gazdaságok világáig, és ebből is látszik, hogy az élelmiszer az mégiscsak egy alapellátási szükségletünk, tehát fontos, hogy foglalkozzunk vele. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm, viszonthallás. Göncze Krisztina újságíró szerkesztővel beszélgettünk a globális nagy agrár és a mezőgazdasági piacról egészen a törpegazdaságok világáig. Minden jót kívánok önöknek, és jó munkát köszönöm.